Sziasztok, itt Dévjük, és ez más, mint a Rockstar Life Simulator. Felcsapjuk az acélbetyót, meg még egy másfél kiló vasat valamilyen formában. Azt mehetünk, elmutatjuk eljéknek, hogy mi a jó. Már itt is vagyunk a character creation-be. Egyelőre nagyon jó fiúnak néz ki, ezért nagyon gyorsan változtatjuk el. Hopp, már egy kis szemfesték. Nem tudom. Ráncok. Puff. Azon gitározni lehetne apukám. Nem is kell ide, mindig velünk lesz. Na jó, azért. Visszább. Csak most kezdjük a karrierünket, nem a végét akarjuk. Hogy hosszúság, valami jó hosszú. Nem olyanra gondoltam. Bármi, amivel lehet headbangelni. Hé! Nem á, ezek kanyarba sincsenek. Na, ezzel mondjuk lehet headbangelni már, ez már nem rossz arra. Srác 16 és fél évesnek néz ki, de olyan arcszörzetet lehet rárakni. Megőrülsz. Na jó, legalább így beengednek majd a diszkóba, ahol én leszek a fellépő. Azaz nem egy rossz dolog. Ruci, bármi, ami fekete, nagyon jó, fekete farmerral, fekete cipővel, meg is vagyunk. Szem azért az lehet egyedül színes, igen. Valami mérges szemöldökkel. Ne kössenek belénk olyan sűrűn. Azaz, tökéletes. Valami lényegre törő név kell. Han Solo. Már mehetünk is gitárért. És pejbe megalapítjuk a bandát is. Valami nagyon kemény név kell. Vasbocskák. És lehet saját képet is berakni. Ez rossz jó. Merch eladó. Hello, lehet jönni venni. Ott is vagyunk. A kis szobácska. Visszafogott, összette még szülőknél lakunk, bár legalábbis amit a srácról néztem. Á, nem, ez az aglegény lakosztály. Takarítás nélkül, hát rockerek vagyunk, mégis. Hajat sem mostunk, nem, hogy pultot. Ha hajat posunk, akkor maximum sörrel, ez az egyetlen megszabás van. Jó, azokat a ruhákat lecserélhetjük, amik amúgy is voltak ott a menübe. Van egy kis naplócskánk, egyen meg a kis rocker naplócska. Hát a nagynénénk elvitt minket egy koncertre, nem igazán akartunk menni, de végül annyira élveztük, mert Lara állt a színpadon, és hát valószínűleg rockzenét játszottak, mert annyira elvarázsolt minket Lara személye is, meg a zenéje is, amit tolt, hogy annyira megikletődtük, hogy mi is rockstárok szeretnénk lenni, szóval elmegyünk, veszünk egy gitárt, meg beiratkozunk tanfolyamra, meg ilyenek, csak valahogy elkezdünk élni az álmainknak. Van egy távcső, coming soon, még nincs távcső, de lesz, ne aggódjatok. Oké, hát a gitárnak a helye, ami még igazából nincsen. Oh, what the hell? Ez így megy. Hát akkor itt is van az RPS 13-as gitár, egy karizmát ad. Ez egy ilyen kis normál gitár, minden ami kell, sok tekerő, elektronyos, három hangszedő, szóval igazából fullos. Na várjál, mi? Most ez nem... Vagy... Most miért nem maradott? Oké, okay, whatever. Lehet már a hátunkon tartjuk, bármikor szükség lehet rá. Azt mondja, hogy... Pisíjek? P-vel. Aha! Jó, oké. Csak mint My Summer Car-ba. Hát azért mégiscsak kell a sörnek hely, szóval felszabadítottunk valamennyit. Tabbal van egy telónk, ahol van itt sok minden. A város, igen, sok lehetőséggel. És van egy progression, itt tudjuk látni, hogy milyen népszerűek vagyunk, hány love-unk van, meg friendship-ünk. Jézusom, ez volt a legjobb kép, vagy az igazolvány kép ez. Egyelőre az utcazenélés a legerősebb lehetőségünk, viszont hogy fejlődünk majd, úgy juthatunk el eléggé durva helyekre, és a bandánk egyelőre egy személyből áll, egy fura szőke fiatalemberből, aki nem tudom, hogy kicsoda, de biztos jó fej, és biztos nagyon fogja majd pengetni a basszus nekem, meg gondolom akkor élezik az elektromos gitáros, meg énekes talán, meglátjuk majd. Írjunk egy zenét. Ennyi. Hogy ez most csak a szöveget fogja jelenteni, vagy egy teljes gitárkot, tehát ezt még nem tudom, de mindenünk megvan ahhoz, hogy ezt megírjuk. És már indul is a büdös francba, várjál, AD. Jó, oké, annyira nem bonyolult, csak hirtelen meglepődtem, de mind a kettő irányból jöhet az A, meg a D is, szóval azért nem olyan egyszerű. Pányek! Jó lesz ez. Lesz benne egy pár mellé nyúlás, de szerintem menni fog. Durga No Grind Free rockzene, de legalább van valami, az is valami. Enter song title. Na, valahogy meg kell fognunk a hallgatóságot. Milyen szántó kell? Valami keménnyel kell berobbannunk először. Daráló! Közben egy szerelmes szám, ami arról szól, hogy
A szívünket bedaráltak. Oké, okay, megvagyunk. A kövi számhoz már 5 csillagra van szükségünk. Hát ez még nagyon nincsen meg, de ezzel ugye leszünk egy darabig szerintem. Írjak Rikinek, hogy lépjünk fel együtt. Közben egy kicsikét bekkordult a poci, szóval azért kellene itt az alapvető szükségletekre is jobban figyelni. Hol a jó istenben van a hűtő egyébként? Tehát, hogy nem az, hogy üres, de nincs. Ez az extra life, de... Legalább a sörbe még lenne valami. Jó, várj. Gyorsan írunk a srácnak, aztán csak lesz valami evés. Riki, gyere! Let's give a concert! Street! Már alig várom, konci time van. Úristen, Riki, mi bajod van? Csak itt kellett volna visszaírni, hogy nyomod! Jó, bejelölt a location-t a mapon, ő a önmenedzserünk, és minden egybe úgy néz ki. És indultunk is. Hoppá! Milyen kedves kis környék! Oda néz, ülnek a parkban a hölgyek. Azt a... Jó, vegyünk egy gyönyörű szép mealt. Igen, 2 ér, 3 milt, sok hús kell a fellépéshez. Miközben megint húgyoznom kell, nem hiszem, tudod, kimegy vissza a házig. Átsúrantunk a sövényen, meg lesz az is locsóva. Na szóval, hogy nagyon-nagyon szép kis környék, crime scene. Hello. Nem akarok zavarni, Noan. Noah, bocs. Jó, oké, velük látom, csak sitókolni lehet. Nagyon jó, hallasz. Köszi szépen, Emma. Még szar se csináltam, de kösz. Ez a házi súlyos bűncselekmény helyszíne, senki sem menjen be. Jó van. Mondom, hogy kemény helyen lakunk, de ahogy látom, nem lehetett túl nagy bűncselekmény. Még bútorok sincsenek. Atya úristen, nem szeretnék vele beszélgetni, inkább menjünk, mert mielőtt még eltűrik a kezünket, és nem tudunk majd gitározni. Jó, tehát, na várjál, ott írja, hogy a U-Car app, még nincs saját autó, taxizunk, nincs más. Sparrow, gyere! Várjál, már hülye ez a még, nem taxi? Azt hittem ez valami überezés lesz, de nem. Oda leszpavnoltuk a kis golfot, hát tegyem meg. Han Solo az rendszám. Hát, tökéletes. Így kell megérkezni. Az egyedi rendszám. Drágább volt, mint az autó, de semmi baj. Find your friend, play music. Jó, rajta vagyok. Verettünk itt egy jobbost, hogy láttam, ez egy ilyen kisebb városrész, és akkor van a nagyobbik városrész erre. Nyomassuk. Vehicle engine sound on off. What? Ha megnyomom az elt, akkor kikapcsolja a motor hangot. Mi? Oké, okay, hát feature, mint ahogy a Nitro is, ami még nincsen benne, de akkor van tuningolás. Hó, itt autóüzlet, minden. Bocsánat, mellé nyeltem. Az ott egy bubú. Júj, de fullós. Nagyon kell. Megmerjem nézni az árát, szerintem nem. Megérkeztünk a munkahelyre. A park. Csupa jó hangulat. Jönnek majd közönségnek, amint meglátják, hogy mi megy ott. Hello. Te egy rockeres jány vagy, nem? És kifejezetten érdeklődik utánam, szóval teljesen jók vagyunk. Mindjárt kezdődik a koncert, ne aggódjatok. Csak várjatok még egy picikét. Előtte bedobunk egy hotdogot. Köszönöm szépen. És azt hiszem, hogy ott a haver. Igen. Hallja, kihozta a dobszerkot a parkba, ember. Azt kell, hogy mondjam, ezt nevezik odaadásnak. Ilyen bandatagot mindenkinek. Na várja. Ja igen, mikrofon, aztán meg majd a gityót mindjárt előcsapjuk. És akkor jó lesz. Hátul itt a stúdió technika. Hát most mondd meg. A West End aluljáró szintet, azt körözzük keményen. És ha jól látom, akkor D-ket kell nyomni. Vagy holdolni. Tehát akkor ilyen Guitar Hero basic. A darálót szeretném. 1 perc 58. Igen? Húha. Így nekem kell játszani, eléggé hosszúnak tűnik, de hát jó. Mehetünk. Na, várj. Ja, szóval A vagy D. Ja, tehát akkor nem kattintani kell, hanem konkrétan Guitar Hero-zunk. Egyelőre még ez a... visszafogottabb Guitar Hero, de az is valami. Hoppa, ott jön a srác! Azt a nyomja! Mindjárt jönnek a többiek is, várjál csak. Jönniük kell, hát 25-ös kombóba vagyok. A csaj is idejött! Mondom a parkból, beszarsz! Jaj, ott egy kicsikét, bocs, csak csaj elmondta a figyelmet, elnézést. Hopp, jött még egy, nagyon jó. Micsoda izé van. Nem vagy, mehet tovább. Ez tényleg 2 perces, ezt hallod? Ez nem gyenge. Nagyon jó, nagyon élik. 100 000 pont, minden, még jön egy pár ember, már mehet a pogó, hallod? Nagyon jók leszünk itt a parkba. Pistiki ott, játszik a homokozóba, itt meg szétszedjük a szökőkutat. Éneket meg egy kicsit hiányolom belőle, de ki tudja, figyelj, lehet, hogy jobb is ez így. Legalább van valami, és amúgy, hát, hogy milyen ritmusa van, az
Hát, valami ritmus van benne amúgy. Hát, egyelőre többen nem nagyon jönnek. A hotdogosnak a szívét még nem nyertük el, de... Nem rossz azért. És ott van 86-os kombó végére, plusz 2 popularitás, 45 dollár. Csengettékem a borravalót. 8-ot misszeltünk, 2 csillag. Egész jó első performance, de én azt mondom. Rikivel 3 számot játszottunk el. Riki egy businessman, ő nem ér rá egész délután a parkban dobolni. De a darálót még egyszer előadhatjuk a csajnak, aki még mindig nagyon-nagyon csapja neki, és visszajöttek a többiek is. Nehogy az egyetek, hogy vége. Kaptam a visszatapsot. Hogy ez full izére van ritmusra, most így jobban oda koncentrálok amúgy. Teljesen jó. Jött egy ötödik! Nyomod! Jolika néni a kisbótból. Pont erre ment haza. Hála az Istennek. Csaj, hogy elment az elem. Ja, hogy itt van, csak kicsit kilóg a képernyőből, de nagyon csapatja, látom ám. Ott is van, egy hiba volt benne, nem hiszem el, de 3 csillag, 50 dollár, 3-as popularity, Ricky mellé jutott egyszeret, nézd meg, komolyan mondom, én még mentem utána. Csak penni fog az perfectre is. Egy dal még belefér, srácok, ezt még remélem, hogy nem hallottátok. Ott is van, tökéletes 173-as kombó. Apukám, most még oda kell tennünk magunkat, a playback vagy csak később érkezik. Nagyon jó voltál, izzottak azok a dobok, izzottak. Dobj szépen az ütőket, rajongóink várnak rá, csak ki ne szúrd egyik személy se, jó? Szükség van rájuk. Open kamera, várja, lövük egy selfie-t első izén, koncin, ők mind itt voltak. A pitchtagramot el kell indítani, és már mehet is a poszta az izéről, várja, a fotó nagyon jó. Felszedtük a térkövet. Ricky first comment from the body. Ó, Ricky, te kis vicces srác. Dobunk már egyet róla is. A setup. Ó, egy nap csak egy kép, persze. Jó van, azért óvatosan kell. Ricky írt egy üzenetet. Ricky, előtted állok, hülye vagy. Mindent megtettem, tesó, írjál legközelebb, azt megint nyomatjuk. Oké, Ricky, gondolom egy nap akkor egy. És... majd intéz a cuccukat. Jó, nekem nincs kedvem pakolászni. Beverünk itt valami ízét, valami kaffit. Nem kapok leárazást a jó zenéért. Hú, hát nem biztos, hogy élvezte. Na mindegy, azért csak kell valamit. Egy kávé, egy hotdog. Azt jók vagyunk. Dobunk egy pisit, csak azért mégiscsak megélezzük a területünket. Ide más rockban, de nem jöhet játszani. A külterületen pisilés minusz 5 reputation. Várjál, mert mennyi volt a reputationünk egyáltalán. Most az a popularity, mert az 5 lett. Hát, az nagyon jó. Ezzel a mozdulattal lefeleztük. Örülök. Igazából csak egész napi munkám volt, de semmi probléma. Csinálj egy rész munkaidős melót. Munkák. Hoppá, szórólapozás, szállítás, gitárjavítás, vagy dealer, zárójelbe secret. Oké, hát egyelőre maradjunk itt a legális dolgokon. Szállítsuk egy csomagot, azt csak nem tudjuk elrontani. Az Amazon keres gyorsan egy futárt. Bárki csak vigye el, jövök is. 180 másodperc, szerintem meg lesz főleg, hogy itt a csomag, igen, kirakva a járdára. Micsoda lelkiismeretes szállítócég, és hova kell vinni, jó, hátulra rakjuk, persze, és már vihetjük is 800 méter. Easy, majd a Subaru-ban még gyorsabb lesz. Hopp, ott a bár, aha. Mintha az is egy ilyen hely lenne, ahova lehet majd jönni fellépni. Igen, van egy színpad. Jó van, jó lesz ez. Most még nem nekünk való. Várjál, már hol van az a... Ó, a másik városban. Jó ég. Oké. 69-nél lesz szabály ez a Verda. Nagyon pimasz. Hello, meghoztam a csomagot. Bedriftelünk. Kivesszük. Azt már ott is van. Elvisz szóval a koncertre, megadom a címet, Park. Ott legyél, és gondolom, meg is kaptuk az utalást. 37 dollár, apukám is oda profit, közben besötétedett. Jó, azt mondja, hogy menjünk a pubba egy kicsit relaxálni. Egyetértek. Gondolom ez a pub, bár pub, igazából szerintem mindegy is. Hoppá. Aha, ez is ilyen rockos hely lehet. Agyam éppen van. Ki van ide tálalva minden. Hát figyelj, ma nagyon jót ment, szóval pizza makaronnal. High life. Csókolom.
Mit lehet még itt venni? Sört, hát persze, meg lehet flörtölni, elnézést. Na várjál, ezt azért előtte legurítjuk, bátrabbak legyünk. Sok van benne, egy pillanat, mindjárt megvan. Várjál, egy kicsi flört. Victoria, foglalkozás, személyiség, karizma, megőrülsz. Ahhoz, hogy beszélgessünk vele, ahhoz 55-ös mágnes kell. Hát hozzá meg nem elég erős a mágnesünk, akkor... Iszunk még egy sört. Hello, szia! Vele is lehet flörtölni, Szofiával! Apukám! Innekivel lehet itt flörtölni? Sebastian! Ah, ja, mondjuk csináltuk volna a like karaktert, és ami tetszik. Sofia esetleg hozzá 30-as mágnes kell. Oké. Okay. Itt valaki, hölgyeim, Yuki, 30, te esetleg, opa! Na, ő vele tudunk, 22-es, neki már alapból 22-esen szimpatikusak vagyunk. Egy kicsit creepy a tekintete. De hármat kérdeztetünk tőle naponta, el lettél utasítva. Csak annyit mondtam, hogy szia! K-val tudunk skill pointot adni. Szerelemfa. Egyéb, meg karrierfa. A legfontosabb a kezdjük, a szerelemfával, beszélgetés, és hát mondjuk ez eddig is tudtam. Na, erre kell még egy sör. Hát ide, jött nagyon gyanús a sorokba. Hello, kérlek, ne jöjj meg, Emily. Nem jó. Olivia, hello! Mi újság van? Nem jó. Veled nem tök többször. De, várja, talk beta. Hát akkor... tolkolunk. What do you want? Nem mondod, hogy AI. Build a road. Mit mond erre? Oh, building a road now? Are we planning on... The fuck? Úristen, de király! Az első játék, amiben beleépítve valami chat AI. Hagyjad! Akkor ezért beta. Úgy gondolta a roadot, hogy utazni szeretnék. No, I mean build an asphalt road. Mi? Én inkább egy következő feleshez építenék utat, mint aszfalttal. Nem az ízlésem. Oké, okay. Let's drink. Now you're speaking my language. First round on you then. I don't have any money. Szóval igazából jó szándékkal szeretnék fizetni? Yes. What the hell? Szóval ezzel arra akar utalni, hogy ne számít csak sokra? Fuck off! Mit a fiát, te magarod? Bedurcizott! Talán azt akarja mondani, hogy ez nem volt szép. What do you work? Azt mondja, hogy álomfejtő, tehát az álmoknak fejti meg a jelentéseit. Oké. Okay. Alright then, cheers! Csak a 8-at tudtuk vele beszélni ebben az opcióban, de közben az Ask Out az meg ugyanúgy 1/3 amúgy. Megint elutasított, és megint elutasított. Szóval igazából ez kicsit más ez az AI-os beszélgetés, de menő amúgy. Mármint, hogy van egy ilyen karaktere, legalábbis amennyi ebből a 8 beszélgetésből lejött, hogy egy kicsit ilyen hát kacifántosan fogalmaz meg dolgokat, nagyon-nagyon körülírja. Kíváncsi vagyok majd, hogyha mással tudok beszélgetni, más is szóba áll velem, akkor vajon más lesz a személyiségük, mert elméletileg ugye meg lehet személyiséget is adni ezekben az AI beszélgetős cuccokban. Hát ezért meglepődtem, erre nem számítottam pont ebben a játékban egyébként, de nagyon adom, érdekességnek mindenféleképpen. Szóval veressük haza, akár mehetnénk busszal is, de csűrjük azért a kis golfnak, az ne aludjanak az emberek. Legalább 3000-en forgatjuk. Home sweet home, a kis telep. Gondolom akkor alszunk egyet. Melodify, ami gondolom a Spotify. Hoppá, ez hogy került ide, és miért van még benne? Na, ennek a seggére vertünk, és ott is van a Melodify, és hát az Iron Bolts, az nagyot megy, de a vasvacskák is jön azért. Figyelj, én azt látom, 74-es play count, mármint, hogy akkor ide is kikerült a számom? Nem, akkor ez valószínűleg a lejátszási szám, mert van külön a songs, a daráló, 74 lejátszása. Aha, és akkor minden számodat összeadja, hogy hányan játszották le, tehát ilyen hallgatottság összevonva. És a profilunk, kérlek szépen, a 74 hallgatásból 20 dollár jött. Az szép is lenne, de én meg vagyok vele, meg ki is vesszük, és... hát a sok sör az
megtető hatásot. De mindegy, van itt smartwatchunk, és akkor itt látjuk, hogy igazából hova is fejlődtünk. Egy kicsit előre, kicsit vissza, de van még ott sere, hogy látom. Jó, van, elég lesz már a pali. És akkor tudunk naplót írni. Már megírtuk a mai napi naplót. Mi az a mém? Nagyon metál. Igazából arról írja, hogy a nagymamája eladta az antik óráját, hogy megvegyük a gitárt, érted? Nagyon jó arc. És még Rickyről ír, hogy a zene hozta össze őket, és nagyon szeretek együtt játszani. De Lara még, mint a múzsája és példaképe egyben, még mindig felnéz rá, és hát egy napon olyan lehetünk majd, mint ő. Beállítjuk rockstárosan az ébre. Ébresztőt. Mehet is. Hoppá, jött is valami értesítés. Hulkstertől. Ez a téglafaj a szomszédből, nem? Hello. Tegnap nagyon komoly volt a kaszinóba. Te is menjél, próbáld meg a szerencsét. Kösz szépen, Hulkster, igazi jó barát vagy. Pacsizzunk már levele. Miután fontos dolgot megcsináltok. Hú, nagyon éhes vagyok, de hát olyan messze van még a park. Vagy já, mondjuk idekint is van. Hát a sör az nem viszi fönt ebbe a kaját, milyen érdekes. Jó, akkor jöhet a húsgolyó konzerv. Üres dobozt megesszük. De mindegy. Hulkster, csá! Te... Hasztorolod mekkora. Te leszel majd az egy testőröm, kidobóm, Hulkster, már látom előre, hogy ne másszanak fel a színpadra és ne szedjenek szét. Azt kell, hogy mondjam, hogy örültem a találkozásnak, jót beszélgettünk. És itt mi a pálya egyébként, Noah? Nagyon bíznak bennem, hogy jó leszek, kösz. Az a ricsaj, ami tőled jött legutóbb, az teljesen elrototta a nyugalmamat. Hát valaki rögzödének, valaki ricsajnak hívja, ez most mit lehet ezzel tenni? Ricky már írt is, nem bír magával. Jóval, Ricky, nyomjuk. Menjünk ma is az utcára. Hé, nem látom Rickyt. Ricky, mi van? Azt hittem nyomjuk. Ott van. Hé? Ki ült a gitár volt elé? Amíg figyelj, már marketing zseni, hát ki az, akit érdekel a rockzene? Hát akik a gitárboltba járnak, de szórakozzál már. Jó, ez itt egy kis belépő kategória, hogy látom. De itt már azért kezdődnek az életek. Oh my god! Hello! Mi mennyi? 250-től indulunk, és egészen 100 000 dollár! Hagyjod már! Ezt közben megveheted a kisebb zipzonokat, már ilyen 700 körül. Jó, hát egyelőre szerintem jók vagyunk. Odakint mindjárt nagyszerű zene fog szólni, csak szólok, hogy ne kapjatok szívinfarktust, ezek csak mi vagyunk, lehet jönni pénzt fizetni. Várjál, valaki írt, ki az? Iron Balls, ők vezetik a lemezlistát. Na mi van? Te és az a seggfej dobos haverod arra lettetek kitalálva, hogy az utcán kóboroljatok, de sose fogjátok olyan sokra vinni, mint egy ilyen sikeres banda. Na, majd meglátjuk, szét lesztek rúgva ezek a golyók. Mindjárt kezdünk. Ott is van a kedvenc zeném. Már jöttek is egyből ketten, amint meghallották a város másik végéből is akár. Én nem osztunk ki fényeket, tökéletes lenne, ránk sötétedett valami stroboszkóp, meg ilyenek. Lehet, hogy ott a kereszteződéstér tövegkarambol lenne, de hát, na, van ez így. Vasvaskák játszanak most. Milyen Porsche ment ott, te hallod? Nem muszáj apróval fizetni. Porsét se elfogadunk. Annyian vannak, el se férnek, mondom ebből, hogy pogó lesz. Ez a kedvenc részem, ezt már fejből tudom. Ott is vagyunk. Jó. Egészen sikeres előadások voltak. Szerintem mindig meg volt 50 dolláros. Ez skill point. Nagyon szép. Mi az a tűzfújó? Na jó, ez mind a csajozás fája, azért koncentrálni kell. Oh, hello. Akarom mondani, karrierfa. Több bevétel. Let's go. És felment a népszerűségünk 13-ra, a karizmánk maradt 5, és kezdem minden maradt. Akkor a lávot azért számolja meg konkrétan, annyit sajtszünk fel, amit akarunk. Rockstaroknak szabad, egyre egyszerű. Messenger, Ricky, jó voltál. Most ugye pubot ki is hagynám, egyelőre még fejlődnünk kell. Na jó, viszont biztos meg vagyunk ihletődve, ott is van, 5 csillag megvan, szóval írnunk kell egy számot, hopp, várja, igen. Most valami érzelmes nóta kell ide. Meg volt az úzás, most érzelmek. Nem szeret senki. Szóval majd megyünk be a bárba, és egyből mindent csajod oda, amiket végig azt mondod, hogy jaj, te, hogy szeretünk. Ma került valami naplóba? Ma nem.
Alvás. És akkor modifierre már ki is került. Apukám, $140. Hello. Na várjál csak, ez nem rossz. És akkor itt vagyunk. Aha, úha, az Iron Ball az egy kicsikét beindult. Nem baj, jövünk, jövünk. És ha nem szeret senki, 70 hallgatást az első napon, daráló 150. Jó, szépen. Stabilan haladunk. $500, vettük valami jó szegecses bőrkabátot, én azt mondom. Uram, hát nem adtam én még eleget neked Carrefour sale-ben, na, tessék. Dobtunk neki egy 10-est. Az igen, hát ez nem hiszem, hogy az én boltom. Hello, hova vannak rakva a vassal szétbombázott ruhák? Na jó, de azért egy napszemcsit. Húha, hát nem tudom, melyik a rosszabb. Ja, figyelj, ez legalább fekete. Megy a settinghez, szóval azt mondom, hogy jó lesz. $250, de 6 karizma. Aha, nem rossz. Várjál, írni kell a bátyjának, hogy játék van, menni kell. Megint a gitárbolt előtt, oké. Okay. Nyomassuk. Kezdjük először a darálóval, a jól megszokott hangokkal ide vonzunk mindenkit. Aha, jön is. Még a kocsimat is odébb löki. Nem bír magával. Nagyon siet. Ne vakúzzál, hülye vagy. Hát, hogy látom így a húrokat? El is rontottam, nézd meg. Mind a két húrra nagyon kell megfigyelnem. Nem egyszerű. Ja, bemelegítések tel volt rossz, $49. Jó, mondjuk azért tényleg elég pusztulat volt. De jöhet az új. Az új, most a jobb figyelünk. Nézzük csak, valami más lesz. Más. Nagyon jó. És pont ilyen kis lassúbb is egyébként, szóval illik. Most figyeljetek. Nagyon tűz. Igen, ez még mindig két húron játszom, de ne féljetek, nem sokára a második albumunkon már három húrt is használni fogok. Hopp! Jó, ujjj, ott is van! Nagyon jó. Hoppá, kitartja, tremolóval kicsikét rácsapkodunk, kicsit megbolondítjuk. Nagyon jó. Ez rendesen menőbb lett, mint az előző, nem azért. Kettőt egyszerre! Assz! Erre nem számítottam, $60. Apukám, háromos popularity, az lehetett volna jobb is, de három csillag. És még egy $55 is hozott a nap végére a harmadik számunk, ki vissza a $400 környékére, nagyon jók vagyunk. Még egy kis skill point, egy kicsit a saját igényeinkre is kevesebbet kelljen enni meg inni, több zene, egy kevesebb pia. Mert is az alvás. És hogy állunk statisztikailag? De várjál csak, 21-es popularity. Azért az nem rossz vár. Sőt, az már a progressionben a bárt is feloldottuk, feltük zenélni ott a csajoktak. Zsír, akkor legközelebbre már oda tudjuk majd lefoglalni a... Hát igen, eddig nem kellett foglalni, de most már kell foglalni, gondolom. Na mindig megoldjuk. A lényeg, hogy én nagyon bírom ezt a game-et amúgy, valahogy nagyon jól van felépít. Ez tök szórakozató, remélem, hogy nektek is. Szóval, ha szeretnétek, hogy folytassam, akkor mindenféleképpen dobjatok a videóra egy lájkot, és ha nem tettétek volna, még iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok a csapatba. Na, sziasztok!